A társadalom széles rétegeit érintő szolgáltatást indított útjára az Egyenlő Bánásmód Hatóság. Egy Európai Uniós projektnek köszönhetően a megyék kistérségeiben egy szakember fogadja és nyújt segítséget a panaszosoknak. A hatóság széles körben jár el. Feltárják és elmarasztalják a diszkriminációt okozókat, illetőleg közreműködnek abban, hogy a társadalom toleránsabb legyen a különböző védett tulajdonságú személyekkel szemben. Gondolok itt nemi hovatartozástól kezdve, nemzetiségi különbségek, etnikai hovatartozás, fogyatékkal élők, nemiség, anyaság, illetőleg politikai vagy világnézeti nézet különbözőségek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye referense most a sárospataki kistérséget kereste fel. A kapcsolattartáson túlmenően széles körben látja el a feladatát. Szűrőként, illetőleg közvetítőként működjön az állampolgárok és az Egyenlő Bánásmód Hatóság között. Tehát nekem elmondják a panaszaikat, és hogyha az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz tartozik, akkor én azt továbbítom, és közreműködök abban, hogy minél több bizonyíték fellelhető legyen, hogy sikeres legyen a panaszbejelentés. Sárospataki tapasztalatairól is beszámolt híradónknak a jogászasszony. Tudtak róla, hogy lesz ez a fogadóra. Az eddigi tapasztalataimat messze felülmúló volt az érdeklődés, tehát folyamatosan a két órát kitöltötte az érdeklődőknek a köre. Nyilvánvalóan nem mindenkinek volt Egyenlő Bánásmódhatóság elévihető ügye, de úgy gondolom, hogy van olyan ügy, ami ígéretes, és emiatt érdemes volt eljönni ide Sárospatakra.